Jó reggelt kívánunk! Jaj, ez az összhang. Akár ehetnénk sütit is. Akár sütit is ehetnénk, de nem véletlenül mondod, hogy sütire hát vágysz itt nem. Nagyon örülünk a vendégeinknek, és gyorsan csapjunk is bele, mert a mai naptól ugye hivatalos, most már mindenki megnézheti a moziba a Hab című filmet, ami egy romantikus magyar végjáték, és a rendező Lakos Nóra itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, és gratulálunk, és Gyarmati Erik a filmnek ugye a legkisebb, vagy az egyik legkisebb, ám főszereplője itt van a stúdióban. Én ugye a szerencsésebbik közé tartom, igen, mert ugye ott voltam premier előtti vetítésen, úgyhogy tényleg joggal mondhatom azt, hogy gratulálok, mert egy végtelenül tündéri, szeretető, cuki, aranyos film, de hogy meséljük el, hogy milyen volt, vagy meséld el nekünk, milyen volt első filmesként megélni ezt a nagy sikert. Hát a nagy siker az még azért kérdőjellel van ott, mert hogy most derül majd ki, de valóban a díszbemutatón tök jól fogadta a közönség, sokat nevettek, néha olyan helyeken is, amit nem is terveztünk. Szóval úgy tényleg úgy érződött, hogy így viszi őket a hangulat, viszi őket a poén, és közben azt hiszem, hogy az, ami nekünk alapvetően a célunk volt, hogy egy minőségi vígjátékot hozzunk létre, és egy picit elrugaszkodjunk attól a magyar vígjátéki hagyományoktól, hogy nem számít, hogy hogy néz ki, az szerintem sikerült, és legalábbis ezt a visszajelzést kaptuk, és hogy sikerült egy olyan világot teremteni, vagy egy kicsit egy ilyen különleges másik bolygóra tenni a magyar vígjátékot, és ezt remélem, hogy a nézőknek is tetszeni fog. Hát ugye azt nem fogunk minden point elárulni, de azért az alapvető sztorit azt azért mondjuk el, hogy mitől vígjáték ez. Ugye a cselekményben, Erik, te is meséld el, hogy mi a te szereped. Én Lacikát játszom a filmben, aki egy hát szellemileg koravén kisfiú, és mivel a szülei sincsenek mindig otthon, elég hamar fel kellett nőnie, és sok mindent felnőttesen kellett intéznie, de hát persze mindig ott látszik mögötte az a gyerekes, bátor és teli szívű személyisége. Igen, és van egy kamu anyukád, a Kerekes Vica, aki... Ne árulj el mindent. Mindent nem fogunk elárulni, de ez egyébként a promóból is, ez már igen, kiderült igen. A filmnek a promóciójából. Ugye? Ő vagy te, ugye? Ez a kis, igen. Nagyon kis koravénnek nevezted magad, vagy igen. Felnőttesen gondolkodó. Mennyire volt nehéz, Erik, ezt eljátszani, vagy ebben részt venni, ebbe az egész történetben? Hát mindenképp egy nagyon új élmény volt számomra, hiszen még soha nem volt ekkora szerepem sem, meg hasonló szerepet sem játszottam, viszont annyira nehéznek sem tartottam, úgyhogy gördülékenyen végig tudott menni a forgatás. És de mi feltételezzük, hogy te ezt már, most mondtad azt, hogy gyerekkorod óta ezzel foglalkozol valószínűleg, de hogy ez a színjátszás, vagy a színészkedés, vagy a filmben való szereplés, az mikor kezdődött el a te életedben? Összvisz 13 vagy, ugye most? És igen, 2 éve igen. Forgattátok igen. Ezt a filmet. Igen, hát ez az egész, ez még 3 éves koromban kezdődött. Akkor mentem el egy castingra, ahol végül kiválasztottak egy bankreklámba, és ott kezdődött ez a történet, ez a pályafutásom, hogy úgy mondjam. És mivel azt nagyon élveztem, ezért a szüleim mondták, hogy hát ha szeretem, akkor csináljam tovább nyugodtan. És onnan meg már csak felfelé épült ez a pályafutás. Hát reméljük, hogy ez a felfelévelés ez marad is. Nóra, mennyire volt nehéz? Láthatunk nagyon, tehát elképesztő színész paletta van, azt gondolom, most, akik felvonulnak, meg vannak egészen ismeretlennek tűnő új szereplők is. Mennyire volt célod, hogy ne csak a, hogy is mondjam, a hagyományos, akár televíziókban futó sorozatokból a sztár színészeket hozd, hanem egy picit vegyítsd ezt a képet, hogy mindenkit meg tudj mutatni egészen egy más arcában? Hát az elsődleges cél az nyilvánvalóan az volt, hogy a legjobbat találjuk meg az adott karakterre, és nem feltétlenül, hogy mennyire ismert vagy ismeretlen. Ugyanakkor igen, tehát hogy én örülök annak, hogy szóval egy idő után az ember jó, hogyha lát új arcokat is, mert esetleg társít. Szóval egy idő után elhasználódhatnak arcok, és ilyenkor vannak ilyen periódusok. Ez nem azt jelenti, hogy örökre, de hogy mondjuk most jó, hogyha nem ugyanaz a 3 ember van, akár férfi főszerepben, akár nőiben, hanem látunk új arcokat is, és hát igazából ők ketten olyanok, akik nem annyira ismertek még itthon. Ugye a Mátrai László Romániában, erdélyi színész, ott talán egy picit ismertebb, a Vica pedig Csehországban gyakorlatilag egy szupersztár, de hát azért itthon is ismert, és bízom benne, hogy ez a film mindkettőknek meghozza majd az ismertséget. Ez az egész város mondjuk a ti plakátjaitokkal van tele. Aki ugye egy cukrászt játszik, aki szeretné ugye megmenteni a saját cukrászdáját, úgyhogy kapjon egy kis pénzt, 30 millió forintot, ugye? Ebben a filmben ugye a főszereplő Vicának a szerepe ugye többek közt ez. Milyen volt egyébként velük dolgozni? Meséld el nekünk egy kicsit a kulisszáját ennek a forgatásnak. Hát a Vicával nagyon sokat castingoltunk, leginkább amiatt, mert a férfi főszereplőt nehéz volt megtalálni. Tehát én a Mátrai Lacit régóta ismerem, és egy másik szerepre ebben a filmben felkértem casting nélkül. De annyit szenvedtünk, mire megtaláltunk, illetve nem találtuk meg végül azt a főhőst, férfit, aki egyrészt a csodálatosan szexi Kerekes Vica mellett ilyen igazi pasiként meg tud jelenni, és közben játékos és vagány és férfias, hogy végül azt mondtam, hogy hát végül is a Mátrai az ez, nézzük meg. Megnéztük, és csodálatosan kezdtek működni, de emiatt viszont a Vicával mi 3-4 hónapon keresztül folyamatosan castingoltunk, és le tudtuk próbálni a legfontosabb jeleneteket, és ő pedig bele tudott menni ebbe a karakterbe, ilyen tök finoman, és azért is jó, mert nagyon sokszor kevés idő van próbálni filmben. No, ez tehát a Hab, amit mától vetítenek a mozikban, és meg annyit mondj el, hogy egy rövid állásfoglalást szeretnék tőled hallani egyébként a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatosan. Bátorkodom ezt azért feltenni, mert magán ugye a díszbemutatón is tettél ezzel kapcsolatosan néhány említést. Igen, hát én alapvetően azt gondolom, hogy muszáj kialakuljon valami olyan szakmai párbeszéd, ami előre mozdítja ezt az ügyet, akkor is, hogyha az látszik, hogy ez a két oldal ez egyre inkább távolodik egymástól, és egy párhuzamos világban él, mint ahogy sok más területén is sajnos az életnek ez látszik, és szerintem előbb-utóbb valakinek kell lépni, és bízom benne, hogy ez a művészeti életben sikerül. És ki? És kinek kell nagyobb lépést megtennie? Vagy fog? Én szerintem legalább a 2-3-4 vezetőnek két különböző oldalon le kell ülni egy szobába, egy asztalhoz, és meg kell próbálni szakmai alapon párbeszédet folytatni, mert ez másként nem fog menni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, és gratulálunk a filmhez. Köszönjük. Köszönjük szépen.